Köszöntöm Önöket, a Kanizsa Televízió híradóját látják, már is mutatjuk legfontosabb híreinket röviden. Házi patika. A szakemberek szerint érdemes tartani, de a tárolásra és a használatra figyelni kell. Felépült, már örökbefogadható láncos a megkínzott kutya. Foci, az Itzer X-elt a hétvégén, az UFC pedig nyerni szeretne a holnapi kupa mérkőzésen. Interaktivitással a népi foglalkozások megőrzéséért. A Túri György Múzeum egyik legsikeresebb időszaki kiállítása, a Délzala a méhek terített asztala, méhészkedés Nagykanizsa környékén című tárlat, amelynek anyaga a múzeum alapítója, egykori igazgatója, dr. Kerecsényi Edit gyűjtőmunkájának köszönhető. A méhészkedés történetét bemutató kiállítás sokak érdeklődését keltette már fel. Megbeszéltük a méh családnak a tagjait, és említettük az anyaméhet, ő azért fontos, azon kívül, hogy ő irányítja az egész családot. Külön öröm a múzeum dolgozói számára, hogy a diákság is kedveli ezt a tárlatot. Az érdeklődés fenntartásáért interaktív játékos feladatokkal is várják az iskolás csoportokat. Egy ilyen sajátos hangvételt próbálunk kialakítani és megtalálni a gyerekek stílusát, ami közel áll hozzájuk, illetve a játékos és logikai foglalkozásokat, játékokat, feladatokat alakítunk ki, amik érdekelhetik őket. Délelőtt a Batthyány Lajos Gimnázium tanulói hon és népismeret tanóra kereteiben nézték meg a tárlatot. Szerintem nagyon nehéz ezt a tantárgyat tanítani napjainkban, mert nehéz a gyerekekhez közel hozni ezt a egykori paraszti kultúrát, és most mi szerettük volna megragadni az alkalmat, hogyha egyszer egy ilyen időszaki kiállítása van a múzeumnak, ami a méhészetről szól, akkor ezt eljöjjünk, megtekintsük, és ne csak a tankönyvből, vagy akár porosodó ismeretekből tudják meg a fontos dolgokat a gyerekek. A diákok élvezték a múzeum pedagógiai foglalkozást. Van pár ismerősöm, aki így méhészettel foglalkozik, és így hát pár dolgot még nem mondtak el nekem, és azokat itt megtudtam, hogy régebben hogyan füstölték ki a méheket, meg hogy mennyire voltak védett állatok, meg hogy mikor kezdtek el méhészkedni. A tárlat a felnőttek és a méhészkedéssel foglalkozók számára is értékes kikapcsolódást nyújthat. A kiállítás mondhatjuk azt is, hogy országos jelentőségű abban a tekintetben, hogy ilyen komoly tárgyi anyaggal csak a Túri György Múzeum rendelkezik, és ilyen komoly fotóanyaggal is, ami megvilágítja a tárgyaknak a használatát, történetét. Jártak itt nálunk a múzeumok éjszakáján méhészek, akik azt mondták, hogy még ők is tanultak ebből az anyagból. A Túri György Múzeum méhészetet bemutató időszaki kiállítása október végéig látható. Mintegy 10 000 forintból lehet összeállítani az egész évben használatos házi patika tartalmát. Láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, különböző vitaminok és probiotikumok, többnyire ezek azok a gyógyszerek, amelyek nélkülözhetetlenek a háztartásban, de sebtapaszra is szükség lehet. A szakemberek szerint a tárolásra, használatra és a szavatossági időre is figyelni kell. Vannak, akik probléma esetén felkeresik a gyógyszertárat, de sokak alapvető szükséglete, hogy tartsanak otthon olyan recept nélkül kapható gyógyszereket, amelyekkel kezelhetnek bizonyos tüneteket, vagy átvészelhetik az orvoshoz kerülés időszakát. A legtöbb háztartásban folyamatosan gondot fordítanak a házi patikára. Az emberek fejfájás, akármilyen kis megfázás, gyerekeknek is fogfájás, bármi történhet, akkor mindig futkasson az ember gyógyszertárba. Így otthon akkor megoldjuk. A szakemberek szerint a legfontosabb a különböző hatóanyagtartalmú láz- és fájdalomcsillapító készítmények beszerzése. A láz- és fájdalomcsillapítókon kívül célszerű otthon tartani emésztést elősegítő görcsoldó készítményeket, a bélflóra rendezésére probiotikumos készítményeket, ilyenkor felkészülve a térre, immunerősítésre, vitaminkészítményeket, multivitamin, C-vitamin készítményt, illetve a télen célszerű valamilyen D-vitamin készítményt szedni a családtagjainak. Az otthoni gyógyszereket a szakemberek szerint a legjobb fém dobozban, száraz helyen a gyermekektől elzárva tartani. Javasolt a termékek lejárati idejét rendszeresen ellenőrizni. Jobb lehet a mostani vadászati szezon az előzőeknél. Már több nagy ágszámú bikát is elejtettek a régió világszerte híres gímszarvas állományából a Zalaerdő területén. A szarvasbőgés időszakának java elmúlt, a következő napoktól csökken a szarvasok nászának intenzitása. A végleges eredmény a szezon végén derül ki, a trófeaszemle október 13-án lesz Szentpéterföldén.
Elmondhatjuk, hogy az idei évben is meglepetésszerűen rekordok kerültek elő a megyében. Én a Zalaerdő területén vagyok illetékes, itt tudok nyilatkozni. Úgy látjuk, hogy viszonylag több, előzőekhez több, nagy, több számú, nagy ágszámú gimbika került terítékre. Páratlan 28-as, páratlan 30-as ágszámú szarvasbikát is elejtettek vendégeink. Gazdit keres Láncos, a megmentett kutya, közben pedig a menhely nevében csalók próbálnak pénzt gyűjteni építkezésre, hírek az állatotthonból. A nyáron került az állatvédőköz az a Staffordshire Terrier, akinek teljesen benőtt a nyakába a lánc, olyan régóta élhetett megkötve egy Mihály ház udvarán. Az állat emellett ráadásul csontsovány is volt. Szerencsére azonban az állatvédők időben érkeztek és meg tudták menteni a kutyát, aki mára már teljesen felépült és várja, hogy örökbe fogadják. Ő itt Láncos, a 2 éves Staffordshire Terrier, akinek a nyakán még mindig jól látszanak az elmúlt hónapok borzalmai. Az állatot ugyanis szörnyű körülmények között tartották Mihádon. Csak az állatvédőknek köszönhető, hogy él még a kutya. Amikor kiértünk, akkor szembesültünk vele, hogy a kutya csont és bőr, és már nagyon régóta megkötve lehetett tartva, ugyanis a lánc bele volt nőve a nyakába. Nagyon gyorsan állatorvosi segítségre volt szükségünk, a következő napokban meg is operált az állatorvos, mindenkit elképesztett, hogy milyen szörnyű körülmények között tartott kutyus volt ez. Mostan azonban már teljesen felépült a kutya, és már örökbe is fogadható. A menhely munkatársai szerint gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt jól kijön Láncos, más kutyákat és macskákat viszont nehezen visel. Az állatvédők pedig azt viselik nehezen, hogy csalók telefonon próbálnak pénzt gyűjteni a nevükben a menhely javára, új menhely építésére. Ezt szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezek nem mi voltunk, milyen formában soha nem is kértünk és nem is fogunk kérni adományt. Aki szeretne minket támogatni, az eddig jó bevált módszerekkel ezt megteheti, bankszámlára, befizetéssel, személyesen esetleg a menhelyen, illetve az adhadvonalunknak a hívásával. Azt azonban egyelőre még nem tudják, hogy ki a csaló, amint viszont több információt szereznek róla, megteszik a szükséges feljelentést. Panaszmentes napok jönnek az allergiásoknak, tovább mérséklődik a parlagfű pollen terhelése az időjárás miatt. Ma azonban még a Dunántúl déli részén, illetve az Alföldön is magas koncentrációban volt jelen az allergén növény pollenje. Holnap az ország egyes részein még elérheti a magas szintet, azonban csütörtökön valószínűleg már országszerte az alacsony közepes tartományban marad a parlagfű virágporának koncentrációja, és egyre nagyobb része lesz zöld a pollen térkép. Az ittszer győzelemre készült, az előjelek viszont mást mutattak, végül egy pont mégis Kanizsán maradt. A kanizsai női focisták a kőbányaiakat fogadták a hétvégén, de a hazai csapatból betegség miatt többen is hiányoztak. Ennek ellenére a jó kezdés után már a második percben hazai gólt ünnepelhettek a lányok, de a válasz nem váratott magára sokáig. A mérkőzés 6. percében egyenlítettek a vendégek, a csapatok 1-1-es állásnál vonultak a szünetre. A második félidőt is a kanizsai lányok kezdték jobban, az 56. percben Halász Dóra ismét betalált az ellenfél kapujába, amire a 63. percben egy újabb Dósa Nikolett góllal válaszoltak a kőbányaiak. A 2-2-es végeredmény után Benedek József, az ittszer edzője azt mondta, a mérkőzésen 2 azonos tudású csapat játszott, a lányok hozzáállásával elégedett, az pedig biztató, hogy egyre több játékot lát a pályán. A kanizsai lányok vasárnap a Videóton otthonában lépnek pályára. Felkészült az UFC a Törökszent Miklós elleni kupamérkőzésre. Az országos főtáblára jutott fiúk holnap a 64 közé jutásért játszanak az Olajbányász pályán. A kanizsai csapatra a mai edzésen kívül még egy taktikai megbeszélés vár. Gombos Zsolt edző a rendelkezésre álló szűkös idő ellenére is igyekezett felmérni az ellenfél erősségeit és gyenge pontjait. Az UFC a szurkolók biztatására is számít, a holnap 3 órakor kezdődő meccsre ingyenes lesz a belépés. Felkerültünk az országos főtáblára, az azt jelenti, hogy a 128 csapat között vagyunk, és ugye az a tétje ennek a mérkőzésnek, hogy a 64-be kerüljünk, ami a célunk természetesen. Tehát így röviden ennyi. Tehát mindenképp szeretnénk nyerni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó erőfelmérő lesz, ami megmutatja, hogy mégis hogy állunk más megyékhez képest. Ez a csapat, ez a Törökszent Miklós, Jász, Nagykun, Szolnok megyében most szintén vezeti a bajnokságot.
Beznica Mira érte el a legjobb kanizsai eredményt a 29. Battyányi Kanizsa Kupa 8. Bagonyai Attila emlékversenyen. A hétvégén rendezett megmérettetésen 125 tehetséges ifjú sakkozó mérte összetudását. A verseny nívóját jelzi, hogy Magyarország több nagyvárosán kívül Horvátországból és Szlovéniából is érkeztek fiatal játékosok. A nagykanizsai versenyzők közül a legjobban Beznica Mira szerepelt kategóriájában harmadik lett. Híradónk végén nézzük meg még egyszer legfontosabb híreinket röviden. Házi patika. A szakemberek szerint érdemes tartani, de a tárolásra és a használatra figyelni kell. Felépült, már örökbefogadható láncos a megkínzott kutya. Foci. Az Itzer X-elt a hétvégén, az UFC pedig nyerni szeretne a holnapi kupa mérkőzésen. Köszönöm figyelmüket, holnap is lesz híradó, akkor is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!